Ez a pályázat korábban is működött, szép környezet, jó közérzet elnevezéssel. A hagyomány folytatódik, de néhány elem megújul idén, erről számolt be Győr alpolgármestere a környezetszépítő versenybe harangozó sajtótájékoztatóján. Radnóti Ákos kiemelte, mostantól Virágos Városunk Győr címmel fut a versengés, és az is változás, hogy a 4-ből 2 kategóriában emelkedtek a pénzdíjak. Az alpolgármester legalább annyi jelentkezőre számít, mint tavaly, amikor ezreket mozgatott meg a verseny. Ha beadják a társasházak, lakószövetkezetek, adott esetben egy közös képviselő nyújtja be, aki adott esetben képvisel akár 200-300 lakást is, úgyhogy adott esetben egy közös képviselő 1000-2000 embert is képvisel a pályázatával, így már jóval több ezer emberről tudunk beszélni, aki pályázatok körében érintett, és hát nagyon sok ilyen nyertes is volt, hiszen tudunk olyan összefüggő panelháztömbökről, 10 emeletes tömbökről, akik nyertek a korábbiakban, úgyhogy azt gondolom, hogy Győr 5-10%-a áttételesen részt vesz ebben a pályázatban. A verseny célja évek óta az, hogy minél több győri szemléletét változtassák meg és tegyék környezettudatosabbá. Az eddigi eredmények jók, a verseny egyre népszerűbb, és a városban is egyre több virágos udvarral, kerttel, erkéllyel és terasszal lehet találkozni. A kategóriák ugyanazok maradtak, viszont örömhír, hogy sikerült most is emelni a pénzdíjakon, tehát bátran pályázom mindenki, és hát megújítottuk az egész harcolatot is, Virágos Városunk Győr címmel fog futni ez a pályázat, és teljesen új marketing elemekkel. Korábbi elnevezés kicsit hosszú volt, itt most törekedtünk arra, hiszen a nyertesek táblát is kapnak, hogy minél rövidebb, minél könnyebben megjegyezhető név legyen, és emellett még szebb oklevelet fognak kapni, még szebb táblát fognak kapni a díjazottak. A versenyben mostantól egészen május 20-áig lehet jelentkezni, a nevezési lap a város honlapjáról letölthető, míg a jelentkezéseket postán kell eljuttatni a polgármesteri hivatal településfejlesztési főosztályára. A szakmai zsűri nyár elején kezd majd szemlézni, az eredményhirdetés pedig ősszel lesz a Városházán. A különböző kategóriákban 75-től akár 300 000 forintig is lehet vásárlási utalványokat nyerni, amit célzottan kertészeti áruházakban válthatnak be a nyertesek.